Az elmúlt időszakban azzal találkozom a leggyakrabban, hogy az emberek szenvednek a magánéletük során, tehát vagy egy olyan fázisban vannak, hogy azt érzik, nem tudják megmenteni a kapcsolatukat, vagy pedig lezártak egyet, és nagy reményekkel elindultak az új kapcsolatok felé, de újra és újra beleütköznek hasonló problémákba. Azért is kezdtem el ezzel a témával foglalkozni, mert azt látom, hogy amíg az előző kapcsolatot nem zárjuk le, és a formai lezáráson túl nem engedjük el érzelmileg, addig az nagyon meghatározza az új partner keresésében mutatott attitűdünket, tehát nagyon meghatározza, hogy mit veszünk észre a másikból, hogy hogyan értékelünk egy adott helyzetet, és néha lehetetlenné is teszi azt, hogy valóban tovább lépjünk. Lezárás, elengedés, újrakezdés. A klinikai szakpszichológus, akinek nagyon sok kiváló könyve van, elmeséli majd, hogy hogyan lehet a kapcsolatunkban szerzett sebeket gyógyítani, hogyan tisztázhatjuk érzelmeinket, belső vágyainkat. Az, aki elhagyja a másikat, tehát még egyszer mondom, az, aki elhagyta a másikat, meglátja az illetőt pár hónap múlva valaki mással, vidáman, boldogan az utcán, és szinte rosszul esik neki, hogy hát még most hagytam el, hát hogy ugye már ennyire jól érzi magát, egyrészt nélkülem van, tehát hogy lehet nélkülem boldog lenni, boldognak lenni, a másik pedig az, hogy hirtelen csak ott termett valaki, és már is beült a helyemre. Vannak előnyei az online ismerkedésnek, hiszen rengeteg ember óckodik attól, hogy rögtön személyesen odaálljon valaki elé, tehát így megélhet olyan fokozatokat, hogy egyelőre csak egy kis fotót, vagy egy információt mutat magából, körbenézhet, hogy ez esetleg mennyi embert érdekel, utána eljuthat addig, hogy hogyan vegye föl a kommunikáció szálát valakivel, hogyan ismerkedjen, megélhet olyat valaki, akit személyesen mindig elutasítanak, hogy legalább írásban azért mégiscsak kapcsolódhat emberekhez, kialakulhatnak barátságok. Ez az előnyös része. Meg természetesen az is, hogy hát sokkal nagyobb számú ember közül válogathatunk. A hátrányos része, hogy rengetegen esnek abba a hibába, hogy inkább csak írásban tartják a kapcsolatot, rettegnek aztán a személyes találkozástól, félnek attól, hogy élőben aztán nem tetszenek a másiknak, vagy nem tudnának ugyanúgy beszélgetni, mint írásban, tehát ezek meg inkább a hátrányos részei. Természetesen az is hátrány, hogy nagyon sok félrevezető információ van az interneten, tehát más életkorúnak, más külsejűnek állítják be magukat, de ami a legnagyobb gondokat okozza inkább, hogy más célokat jelölnek meg a párkeresésben, mint amire aztán valójában számítanak.